A nagy hőség ellenére sincs telt ház a győri aranyparton. Az itt dolgozók szerint a július mindig gyengébb. Ráadásul a vízállás sem ideális, legalább egy méterrel alacsonyabb a Mosoni Duna szintje a Kelleténél. Jelen pillanatban problémát látok a mostani győri strandolásnál, hogy egy kicsit a víz szintje újra alacsony, és most egy kicsit megint iszapos a medernek az alsó része. És ugye ez, ami úgy látom, hogy visszatartja az embereket egy kicsit a fürdőzéstől. Valamint a július egy kicsit azért szokott gyengébb lenni, mert ilyenkor vannak ugye a fesztivál időszakok, ugye a nyaralások, és akkor elég sokan elmennek Győrből, ami most is látszik, hogy a meleghez való tekintettel nem csinálják olyan túl sokan most itt a parton. Az üzletvezető hozzátette, hogy a változó szezon mellett bíznak abban is, hogy a hamarosan kezdődő Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra érkezők is kilátogatnak a szabad strandra. Eddig a június nagyon jó volt, most ugye volt egy kicsit ez a rosszabb idő, ilyenkor ugye több nap kell, mire újra visszállnak az emberek a fürdőzésre. Most újra jön a meleg, meg ugye készülünk, ugye kezdődik az olimpia, meglátjuk, remélem nagy tömeg jön, úgyhogy próbáljuk a partot addigra rendesen rendbe tartani, öntözni, hogy normális környezetbe tudjanak jönni a külföldiek, az itt sportolók, hogyha leszeretnének jönni strandolni esetleg, fogyasztani ételt, italt itt nálunk. A strandolók számára napágy és napernyő biztosított az Aranypart 1-en, az Aranypart 2-t azonban a napokban bezárták, és augusztus közepéig nem is nyitják meg a Győr-Szól döntése értelmében.